December 3-a ENSZ döntés alapján 1992-től a fogyatékkal élők világnapja. Ezen a napon a betegség, baleset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá vált emberek problémáira szeretnék felhívni a figyelmet, ugyanis a fejlett országok lakosságának 10%-a él valamilyen fogyatékossággal, Magyarországon pedig 600 ezerre becsülik ezt a számot. Aki fogyatékossággal él, az nem vesztes. Az, amikor valaki elveszíti a valamelyik érzékszervét, vagy gondolkodásbéli képességét, az nem feltétlen egy vesztes állapot. És talán ez a felismerés a legfontosabb, hogy van egy olyan lehetőség, hogy fogyatékossági állapotot meg lehet élni egyfajta haszonnal, vagy egyfajta szépséggel, és megtalálni azokat a szépségeket, ami a fogyatékosságnak egy jellemzője. 2006. decemberében az ENSZ elfogadott egy 50 cikkelyből álló egyezményt, amely a fogyatékossággal élők jogainak védelmét szolgálja. Az eseményen kiemelték a 19., vagyis a lakhatásról szóló cikkelyt. Az ENSZ 19. cikkelye éppen erről szól, hogy olyan lakás körülményeket, lakhatási körülményeket kell biztosítani a fogyatékossággal élő embereknek, ahol egyfajta módon megélik az önálló életvitelt. És hát tulajdonképpen ez a cikke, a 19. cikke egyfajta hosszú távú utat nyitott meg, mert 2025 az a dátum, amikor az összes olyan bentlakásos intézményt, ahol fogyatékossággal élő emberek élnek, azokat ki kell váltani lakóotthonokká. A fórumon nem csak civil szervezetek, hanem önkormányzatok is képviseltették magukat. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, a fogyatékkal élők ugyanolyan komoly erőforrás jelentenek megyénknek és az országnak is, mint egészséges társaik. Ezért is fontos, hogy a megvalósuló megyei fejlesztések és beruházások akadálymentesítettek legyenek, ami nem csak a mozgáskorlátozottakra vonatkozik, hanem a hallás- és látássérültekre is.